Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! December 21-e szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Kihívásokkal teli év volt a 2022-es, amelyben több fontos fejlesztés indult vagy zárult le Győrben. Simon Robert Balázs szerint a gazdasági válság miatt a következő esztendő a tervezés időszaka lesz. Kara Ákos egész évben az itt élő emberekkel közösen dolgozott a térség fejlődéséért. Az országgyűlési képviselő minden győri városrészre igyekezett odafigyelni a beruházások tekintetében is. Nagy volt az öröm a Bagolyvár gyermekotthonban, hozzájuk is megérkeztek a Győr Plusz angyalok ajándékai. A gyerekek alig várták, hogy megtudhassák, mit rejtenek a csomagok. Kihívásokkal és feladatokkal teli év volt a 2022-es, ezt mondta a Győr Plusznak Simon Robert Balázs. Az országgyűlési képviselő még egyszer megköszönte a választópolgárok bizalmát, aminek köszönhetően ismét a parlamentben dolgozhat a város fejlődése érdekében. A politikus kiemelte, az energiaválság komoly kihívások elé állítja az országot és Győrt is. Ennek ellenére idén is meghatározó fejlesztések indultak vagy zárultak le a városban. A képviselő hozzátette, a gazdasági válság miatt 2023 a tervezés időszaka lesz. A készülő Győri Science Park mellett értékelt az évet Simon Robert Balázs, az országgyűlési képviselő még egyszer megköszönte a választók bizalmát, aminek segítségével ismét a parlamentben dolgozhat Győr fejlődéséért. Az év tavaszán, április 3-án országgyűlési választások zajlottak Magyarországon, és itt az egyes számú választók körzetben harmadik alkalommal sikerült a választók bizalmából, amit ezúton is köszönök, mandátumot szereznem a Magyar Országgyűlésben, ahol most már 9. éve tevékenykedem, és nem csak országgyűlési képviselőként, hanem a Kulturális Bizottság egyik alelnökeként is. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos esemény volt, hiszen erre készültünk. Az előtte lévő időszakban mintegy másfél éves kampány munkát folytattunk, és ennek eredményeként országosan a Fidesz-KDNP képviselői összességében 134 mandátumhoz jutottak, ami ismételten egy kétharmados többséget eredményezett a Magyar Országgyűlésben, ami egy kormányzási struktúrában azért azt gondolom nagyon fontos, és lehetőségeket ad olyan nehéz helyzetekben is, amik esetleg kialakulnak egy biztos és stabil kormányzásra. A képviselő több lezárt és folyamatban lévő helyi fejlesztést is kiemelt 2022-ből. A vízélménypark építése, ami a Modern Városok programban valósul meg, befejezéséhez közeledik, hiszen 2023 nyarán átadásra kerül. Ez a Közép-Európában egyedülálló létesítmény. Itt megjegyezném, hiszen fölmerül teljesen jogosan egy kérdés, hogy az energiabiztonság, illetve annak a finanszírozása biztosított lesz-e. Ugye ezt a termálvíz teszi lehetővé, hiszen nem csak a medencékben, hanem a fűtési rendszerben is a termálvíz fog fontos szerepet játszani. Másik fontos fejlesztés, hiszen az elmúlt 10 évre, hogyha visszatekintünk, én azt gondolom, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézmény Magyarországon a Széchenyi István Egyetem, és az egykori kekszgyári kocka épület helyén a technológiai és innovációs park fog megépítésre kerülni. Itt is gőzerővel zajlik a beruházás. Ennek a részleteiről egyébként januárban fogunk magas szinten egy sajtótájékoztatón beszámolni. Ez azt jelenti, hogy itt startup vállalkozások kapnak helyet, hiszen az egyetem a vállalkozásokkal, az üzletemberekkel folyamatos kapcsolatban van, hiszen az itt végző hallgatók majd többségében a gazdaságban, nem csak Győr, hanem a régió gazdaságában fognak elhelyezkedni. A politikus arra is kitért, hogy az Iparutca meghosszabbítását és az új Mosoni Dunahíd építését a válság miatt egyelőre felfüggesztették, de ezek a beruházások is meg fognak valósulni. Nekem szívügyem volt egyébként, és továbbra is folyamatosan azért fogok tevékenykedni, hogy ez a beruházás elkezdődjön, nem más, mint az iparút folytatásában egy új Mosoni Dunahíd, tehát gyárváros, illetve Bácsa összekötése, ezáltal a belváros tehermentesítése, és ez a beruházás átmenetileg elhalasztásra került, hiszen a gazdasági nehézségek, amit elsősorban
az orosz-ukrán háború okozott, és ennek kihatásai a megnövekedett energiárak, illetve kivitelezési költségek, most a központi költségvetésből ezt a 40 milliárd forintos beruházást nem tették lehetővé. Ide még egy gondolatot kapcsolnék, egyébként előkészítésre került ez, hiszen a közbeszerzés is lefolytatásra került, valószínűleg ezt majd meg kell ismételni, és láthatóan ez egy nagyon komoly összeg, amit Magyarország kormánya most ugyan nem tudott biztosítani, de abban bízom, hogy a 2026-ig tartó országgyűlési ciklusban erre a beruházásra is sor kerülhet. A képviselő arra is kitért, hogy a kialakult válság miatt 2023 a tervezés éve lesz az országban és Győrben is, de aztán remélhetőleg ismét a korábbi lendülettel folytatódhatnak a fejlesztések. Simon Robert Balázs azt is mondta, ő a jövőben is a város és a körzetéhez tartozó 4 kis település fejlődéséért dolgozik. Az előző ciklusokban azért dolgoztam, és a mostani ciklusban is azért dolgozom, hogy a térségben élők biztonságban élhessenek, közben pedig minél több a hétköznapjaikat segítő beruházás valósulhasson meg. Így fogalmazott híradónknak Kara Ákos. Az országgyűlési képviselő kiemelte, minden városrészre igyekezett odafigyelni, és a vidéki településeken is olyan fejlesztéseket támogatott, amik a leginkább szolgálják a helyieket. A politikus kiemelte a Kovács Margit iskola és a Págisz energetikai felújítását, de beszélt a 83-as számú főút 2x2 sávosításáról is. Kara Ákos a Győr Pluszon keresztül kívánt mindenkinek áldott karácsonyt. Lassan véget ér a Kovács Margit iskola energetikai korszerűsítése, az intézmény előtt értékelte az évet Kara Ákos. A képviselő kiemelte, eddig és a mostani ciklusban is a térségben élők biztonságáért dolgozik, illetve azért, hogy közben minél több olyan fejlesztés valósuljon meg, amit a helyiek a legjobban szeretnének. Mindig az a célom, hogy az itt élő emberek, családok minden nap életét segítő fejlesztéseket tudjunk megvalósítani. Ebben az esztendőben a korábbi előkészítő munkáknak köszönhetően, vagy annak eredményeképpen nagyon sok egyeztetést folytattam kormánnyal, miniszterekkel, minisztériumokkal, és nagyon sokat beszéltem itt helyben élő emberekkel, családokkal. Szóval összességében sikerült valóban nagyon sok fejlesztést a választókörzetemben megindítani, vagy éppen befejezni. Most itt vagyunk Marcalvárosban. Marcalvárosban 2 nagyon fontos iskolának a energiakorszerűsítése valósult meg. Tulajdonképpen lassan mondhatom, hogy múlt idő, mert a Kovács Margit iskolának is látható, hogy lassan-lassan elkészül az energiakorszerűsítése, de így volt ez a Págiszban is. És a Págiszban, ahogy többször elmondtam, zajlik egy jelentős fejlesztés bővítés is, hiszen az a célunk, hogy a városnak, a térségnek a szakképzését meg tudjuk erősíteni, és a Págisz az egyik legjobb szakképzőiskola az egész gazdasági térségben. A képviselő arról is beszélt, hogy idén is igyekezett minden győri város részre egyformán odafigyelni. Kara Ákos külön is kiemelt néhány fontos beruházást, ami elkészült vagy folyamatban van választási körzetében. Arra is figyeltem, hogy minden város részben, minden olyan város részben, amelyet én képviselek a parlamentben, legyenek fontos és meghatározó fejlesztések. Igaz, hogy sokat kellett várni az ott élőknek, de tartottam az ígéretemet Adivárosban. Addig mentem a kormány nyakára, addig tárgyaltam miniszterekkel, amíg sikerült megszerezni azt a forrást, amire szüksége volt a városnak ahhoz, hogy az adivárosi parkolófejlesztést a választókerületemben meg tudjuk valósítani. És az ugye több, mint egy parkolófejlesztés, hiszen nem csak 166 parkolóhelyjel lesz több, hanem egy parkfejlesztés, a Kuopio Parknak az eddig elhanyagoltabb része is sport, illetve szabadidő célra jobban lesz használható. Fontosak voltak a kisebb fejlesztések. Már ha kisebb fejlesztésnek lehet mondani, egy milliárdos fejlesztéshez képest persze kisebb, de fontosságában talán még fontosabb a szabadhegyi rendelőnek a fejlesztése, illetve Szabadhegyen és Kismegyeren valóban olyan lakosság által kért fejlesztéseket sikerült kormányzati pénzből megvalósítani, amire Dézsi Csaba András polgármester úr kért tőlem segítséget. Kara Ákos arról is beszélt, hogy folyamatosan konzultál az emberekkel, hiszen azok a legfontosabb célok, amiket maguk a térségben élők fogalmaznak meg. A legeslegfontosabb, ami azt gondolom, hogy talán Magyarországnak jelenleg az egyik legnagyobb zajló aktuális fejlesztése, ami Gyirmótot, Mérföldcsanakot mindenképpen érinti, de azt gondolom, hogy az egész városunk jövőjét, ez az új 2x2 sávos útépítése Győr és Pápa között. Ez az út egy 110 km/h megengedett sebességű út lesz, 36 km
több mint 90 milliárd forint, közel 90 milliárd forint értékű projekt, és láthatják az ott élők és az arra közlekedők, hogy napról napra folyamatosan az utat építő munkások, illetve mérnökök haladnak előre, tehát ott is tudjuk tartani az ígéretet. A képviselő azzal zárta értékelőjét, hogy mindenkinek áldott karácsonyt és boldog ünnepeket kívánt. A régiónk fejlődése szempontjából eredményes volt 2022. Így értékelte az idei évet Németh Zoltán. A megyei közgyűlés elnöke konkrét című műsorunkban elmondta, 2022-ben lezárult egy területfejlesztési ciklus, amelyben közel 200 projektnek köszönhetően jelentős fejlesztések zajlottak a térség településein. Az elnök kiemelte, számos energetikai korszerűsítés is megvalósult, ami a megdrágult áram és gázárak miatt még jobban felértékelődött. Volt egy covidos időszak ezt megelőzően, és tulajdonképpen az idei év volt az, amikor már nagyon felszabadultan tudtuk tenni a dolgunkat, éppen ezért rengeteg rendezvény volt, de most értek be azok a területfejlesztési forrásokból megvalósuló kivitelezések is, amik ugye a települések javát szolgálják, ugye ezek elsősorban infrastruktúrális fejlesztések. Már a Covid-nak már csak az utóhatását éreztük 2022-ben. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb következménye, az energiaválság nehezítette életünket, értékelte az idei évet a megyei közgyűlés elnöke. De szerencsére az idei évben is nagyon sok olyan projekt zajlott, amik az energetikai korszerűsítést, az energia megtakarítást tudják szolgálni, hiszen nem csak a megújuló energiával való áramtermelés vagy mondjuk hőtermelés az, ami hasznos, de a legjobb energia, vagy a legkörnyezetbarátabb energia az az, amit el sem fogyasztunk. Tehát mondjuk a hőszigetelési és az ilyen típusú hatékonyság növelő intézkedések, azok is nagyon jelentősek voltak, és most ennek a gyümölcsét azért érzik a települések, hiszen ahol ilyen felújítások, korszerűsítések történtek, ott most kevésbé terheli a költségvetést majd jövőre az a megnövekedett ár, ami az energiahordozókra most sajnos jellemző. Projektek tekintetében sűrű, mozgalmas évet zárhat a megyei önkormányzat, amely koordinálta a területfejlesztési pályázatok lebonyolítását. Az év nagyon sikeres volt, hiszen egyrészt zártunk egy területfejlesztési ciklust, illetve hát ennek van most a záróéve, jövőre még ugye áthúzódhatnak projektek, de közben elindult az új ciklus is, tehát ilyen szempontból projektek zárása történt, és új projekteknek az elindítása is zajlik párhuzamosan. Hát éppen ezért most ez ugye a kollégáimnak nagyon-nagyon sok munkát okoz, hiszen egyszerre kell odafigyelni kétféle típusú pályázati rendszerre is, és ugye, hát ahogy elhangzott itt, ezek a projektek a 3-4 millió forintos eszközbeszerzéstől, amit mondjuk a Magyar Falu programban mondjuk egy, fogorvosi széknek a beszerzésétől egészen a milliárdos nagyságrendű fejlesztésekig tartanak, tehát nagyon sokféle feladat van, ami ugye infrastruktúrális, van ami az eszközök fejlesztését igényli, van ami felújítás, van ami új építés, de vannak ebben az úgynevezett soft programok is, például mondjuk a munkahelyteremtés és a munkahely megőrzési programok is, illetve az ehhez kapcsolódó képzések, átképzések is mind ide tartoznak, ezek ráadásul milliárdos nagyságrendű projektek, aztán ide tartoznak a felzárkózási projektek, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy azok az emberek, akik elesettek valamilyen módon, egy kicsit lecsúsznak a társadalomnak a többségétől, őnekik próbáljunk segíteni. Az idei év eredményeiről még részletesebben beszámolunk szerda esti konkrét című műsorunkban. Hatalmas öröm érte a Bagolyvár gyermekotthon lakóit. A Győr Plusz angyalok ajándékai hozzájuk is megérkeztek. Két asztal és egy karácsonyfa környéke is megtelt dobozokkal és ajándékos tasakokkal. A gyerekek alig várták, hogy megtudhassák, mit rejtenek a csomagok. Varga Zsófia ötlete alapján indult a kezdeményezés, a gyerekek november végén lerajzolták, minek örülnének karácsonykor. A rajzokat megosztottuk nézőinkkel, hallgatóinkkal és olvasóinkkal, akik másfél óra alatt mind a 30 rajzot komment formájában befogadták, és úgy döntöttek, teljesítik a rajzok készítőinek kívánságait. Hemzsegett a szoba az ajándékoktól, ami nem fért a fa alá, azt az asztalra kellett raknunk. A gyerekek már szinte alig fértek be a sok ajándéktól.
Óriási volt a nyűgés és az izgalom, mikor elkezdtük átadni a Győr Plusz angyalok ajándékait a Bagolyvár gyermekotthon árváinak. Amikor itt önök jöttek, és hát az angyalokat ajándékát hozták, hát nagyon meglepődtem, mert legalább háromszor ennyi gyereknek is elég lett volna. Igazából én néztem a Facebook oldalt, és hát nagy örömmel láttam azt is, hogy ugye feltették a leveleket, és szinte az első pillanatban minden gyerekünknek több angyalkája is lett, és hát igazából ez nagyon örömmel töltött el minket, a felnőtteket is, és hát azt gondolom, a gyerekeket is. Tehát itt most a héten angyalkák jönnek, és tudom, hogy lesz még meglepetése a Győr Plusznak is, pluszban még holnap is, úgyhogy hát mindenképpen nagyon örültünk. És azt gondolom, hogy egy kicsit békéssé teszi a gyerekeknek ez a sok szeretet és rágondolása, ezt az ünnepi várakozási időt, ami azért itt nálunk ugye nagyon nehéz, mert olyan okai vannak, amiért ők itt vannak, hogy nehezen működnek ezek a szeretet ünnepek. Az akció lényege, ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az volt, hogy a kicsik lerajzolták a karácsonyi kívánságaikat, a rajzokon szereplő vágyakat pedig jószívű győriek fogadhatták örökbe, akik ezáltal váltak Győr Plusz angyallá. Az ötlet Varga Zsófiától, a Tacsitali szervezőjétől eredt. Azt hiszem, hogy a gyerekeknek a szemében a csillogás az mindent megér, úgyhogy nem a semmiért mondják azt, hogy jó érzés kapni, de sokkal jobb érzés adni. Én azt hiszem, hogy a karácsonynak erről kell szólnia, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ez ma megvalósulhatott. Mit szólsz az összefogáshoz? Szerintem ez fantasztikus. Én erre megmondom őszintén, hogy nem számítottam, hogy halmokba álltak az ajándékok, úgyhogy ez tényleg mindent megér. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. A gyerekek mindegyike nagyon örült a csomagnak, többeknek több angyala is lett, így alig bírtak a színes ajándékokkal. Ricardo is alig találta a szavakat a bontogatás közben. Fel is olvastuk neki az angyalai üzenetét. Boldog karácsony kíván neked, Reni és Gabi. Ezzel a sok asztalmenni ajánlók. Adidas parfüm, meg tűsüldő, meg Lamborghini távirányítós autó, meg L'Oreal, meg ilyen dobozban csoki golyók. És hogy érzed most magad? Mit szólsz ezekhez? Jót. Az mit jelent, hogy jót? Te mindig ezt mondod, hogy jót. Fejtsd ki nekünk ezt a jót. Mit gondolsz? Mi van a kis fejedben? Hát minden. Jól esik? Igen. Jó érzés. Mit fogsz ezeket csinálni? Kivel fogsz ezekkel játszani? Hát a barátommal, Márióval, meg Danival, Benettel, Sanyi. Volt olyan is közöttük, aki később bontotta csak ki a meglepetéseket. De amennyit rajzoltam, azért sokat kaptam, és nagyon is örülök neki. Igen, számodra a karácsony, és mit fogsz csinálni ezekkel, amiket most kaptál? Hát nekem a karácsony azt jelenti, hogy összejövünk, kapunk ajándékokat, szeretteinkkel lehetünk, és én ezeket a játékokat nem is tudom, hogy mit kaptam, és játszani. Szerdán újabb meglepetés várt az otthon lakóira, de erről egyelőre nem árulunk el többet. Kedves angyalkák, ti most számos gyereknek felejthetetlenné tettétek a karácsonyát. Én most nektek pont ugyanilyen boldog és meghitt ünnepeket kívánok. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jövőre remélhetőleg folytatjuk. Jól tehet és jól is zárul a 2022-es év a győri Szantusz János állatkert számára. Amellett, hogy a népszerű parkban folyamatosak a fejlesztések, a szaporulatra se lehet panaszuk a gondozóknak. Három fajnál is utód érkezett az elmúlt időszakban. A kicsiket szerdán a sajtónak is bemutatták. Egy pápaszemes pingvin fióka, egy kis csimpánz és alig egy hónapja egy kis földi malac is született az állatkertben, így hálálva meg a dolgozók mindennapos szakértelmét és szeretetét. A kis jövevényeket hamarosan a látogatók is megcsodálhatják. Óvatosan, szimatolva lépett ki a hordozóból a kis földi malac a győri állatkertben. Az apróság nagy meglepetésként érkezett meg november végén, ugyanis nem tudták, hogy anyja vemhes. A gondozó talált rá a csöpségre, aki egyelőre még ügyetlenül masírozott a kamerák és fényképezőgépek keresztüzében. Anyja még nem rutinos mama, így kölcsönösen nem törődtek egymással, ezért lépni kellett. Úgy döntöttünk, hogy én nevelem föl úgymond az anyukája helyett. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy úgymond a kettők kapcsolatát elhanyagoltuk volna, mert azért időnként bemutatkoznak egymásnak.
illetve az anyukát azt korábban tréningeztük arra, hogy tudjunk tőle tejet fejni, hogyha erre van szükség. Most szükség is volt, úgyhogy ez meg is történt, hogy az első napokban a kicsi az tejet kapott, utána meg egy speciális tejpótló tápszert adtunk neki. Hát körülbelül 2 óránként etetjük, most már szerencsére most már éjszakánként nem kell, de napközben azért még mindig folyamatosan igényli az etetést. Annak ellenére, hogy Bagó Bálint a feleségével neveli, a kis földi malac anyjával is tölt időt minden nap. Bár próbál előle elszaladni, az anya szaglásza és követi a kicsinyét. A földi malac egy Afrikában élő rejtőzködő állat, aki éjszakánként erős körmeivel nyitja fel a termeszvárakat, hosszú nyelvével pedig jókat lakmározik. De nem csak ő az egyetlen újszülött az állatkertben. Anyja Bianca kezétől alig látszik, egész nap a hasán pihen Nadine, az 1 hónapos kis csimpánz, aki szintén meglepetéskölyökként érkezett. Biancának már nem ez az első vemhessége, úgyhogy nagyon jól kezeli a dolgot, nagyon jól neveli a kicsit, hogy eddig még semmilyen probléma nem állt fönn velük kapcsolatban, szépen neveli folyamatosan. Kíváncsian figyelte, mi történik körülötte, Spooky már 1 hónaposan sem volt szégyenlős. Mohol lakmározta a kimért heringeket, ezeken a képeken pedig már azt látjuk, hogy mennyit változott 1 hónap alatt. Szerda délelőtt kíváncsian szemlélte az őt bámuló közönséget. Ugye ő most vedlette le az első, úgymond a fióka tollait, ami ilyen nagyon pejhes. Most egy ilyen második fázisba került, ez még nem a teljes kifejlett színezete, hanem egy ilyen átmeneti toltakaró, ezzel már képes lesz arra, hogy akár a vízben is tudjon úszni, nem ázik át. A kis csimpánzt már megtekinthetik a látogatók, a földi malacra azonban februárig még várni kell, ugyanis 9 hetesen lehet majd véglegesen együtt az anyjával. Spooky pedig januárban csatlakozik a többi pápa szemes társához. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtökön este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.